hivatalosan is megnyitott a komáromi állatmenhely október 12-én. Régi vágya volt ez a Rex Állatvédő Egyesületnek és a városnak is. Az önkormányzat beruházását dr. Molnár Attila polgármester a helyszínen értékelte. Még a 2012-es költségvetésben különítettük el azt az összeget, amiből sikerült aztán megvalósítani az idei évre ezt a beruházást. Egy olyan területen, mert ugye az elég sok panasz volt a lakók részéről, tehát ami indokolta még, hogy ezt minél hamarabb megtegyük, hogy a monostori városrészen képviselőtársammal, Zita János képviselőtársammal nem tudtunk olyan lakossági fórumot vagy fogadórát tartani, ahol ez a probléma ne jött volna elő, hogy a lakókat zavarja, hogy ott működik az egyesületnek a menhelye, és hát éreztük ezt a felelősséget, hogy egyrészt a kisállatok szempontjából is, meg hát az ott lakók nyugalma szempontjából is fontos, hogy ezt minél hamarabb megtegyük. És ugyan utána felmerült az a kérdés, hogy elkészült ugye ez a menhely, és most ugye, hogy át tudjuk adni, hogy akkor mi legyen a működtetésének a sors, hogy ezt az önkormányzat csinálja, az önkormányzat cége, ugye a Saxum Kft. És hát arra szerintem legjobb megoldásra jutottunk, hogy azoknál lesz a legjobb helyen, akik sajátjuknak tekintik, akik vigyáznak rá, akik óvják, akik az állatokkal is a leginkább törődnek, ugye, és az a Rex Állatvédő Egyesület. Úgyhogy én nagyon köszönöm nekik azt a munkát, amit végeznek a városban, és végezni fognak majd itt is, mert nagyon fontos, én azt gondolom a város szempontjából is, hogy ez a kis állat menhely megvalósulhatott, és ahogy látjuk már most mindenki ugye civil emberként, civil munkatársként a szervezetnek a munkájában részt vesz, és szépíti itt a környékét a kis állatmenhelynek, úgyhogy én szerintem jó döntést hoztunk ez ügyben. A Rex Állatvédő Egyesületben mintegy 30 önkéntes tevékenykedik, valamennyien a napi munka mellett segítik az állatok sorsát. Az állatmenhely léte valamelyest könnyebbé teszi az állatvédők elhivatott harcát. 14 darab kennel épült az önkormányzat beruházásában. Akkor alapterületűek 12 négyzetméter egyenként, hogy 28 kutyát tudunk elhelyezni benne. Itt csak a kutyák tartását tudjuk elvégezni, a kórházi ellátását azt a szerződött állatorvosi rendelőben végezzük, vagy ott történik. Karanténra nincs lehetőségünk, az jegyzői hatáskör és az a gyermester tevékenység, azt mi nem végzünk. A kóbor kutyák befogadását szerződés alapján az Alphavet gazdasági társasággal végezteti el az önkormányzat. Az lesz a következő lépés, hogy ezzel a bázissal a Rex is szerintem képes lesz hamarosan arra, hogy ezt meg tudja oldani. Nekünk is egyszerű, mert akkor végre egy komáromi társaság tud ezzel foglalkozni, mert azért az felmerült, és ezt őszintén el kell mondanunk, hogy amikor bejelentések érkeztek, akkor mivel egy székesfehérvári székhelyű cégről van szó, azért nem egyik napról a másikra tudtak ide érkezni és ezt a feladatot elvégezni. Ha azonban komáromi szervezet végzi ezt a tevékenységet, akkor én azt gondolom, hogy a komáromiak is és a lakók is látni fogják ennek az előnyeit, úgyhogy az lesz majd a következő lépés, hogy egy ilyen megállapodást tudjunk kötni egymással. Természetesen a Rexnek az éves működését úgy, ahogy eddig, ezt ezután is az önkormányzat segíteni fogja majd. Az új állatmenhelyen már most teltház van. A megnyitóra sokan eljöttek. A rácsok mögött pislogó szempárok szeretetre éhesen várták a simogató kezeket. Az állatvédők most nyugodtabbak, bár jól tudják, az örök befogadó lenne számukra az igazi mencsvár. Gömbi számára szerencsés volt a menhelynyitás. A zsemleszínű tacskókeverék új gazdára és így új otthonra talált. A menhely felügyelete még szervezés alatt van, ami nem változott, hogy továbbra is várják az örökbefogadókat. Az egyesület az új telephelyen folytatja a munkáját, és ebben a munkában természetesen az önkormányzat, a városrész lakóinak a segítségét is várják az egyesület tagjai. Akár adományokkal lehet ez természetesen pénzbeli adomány, vagy élő munka, vagy megfelelő kutyatáp felszerelések, vagy akár, hogyha valaki úgy gondolja, hogy egy kis szalmát tud a kutyáknak biztosítani, azt szívesen látják. A segítő szándékúak a 0630 832 95 93-os telefonszámon jelentkezhetnek. Köszönetet szeretnék mondani Komárom városának, dr. Molnár Attila polgármester úrnak, a képviselőtestületnek, hogy támogatnak bennünket és létrehozták ezt a menhelyet. Még köszönetet szeretnék mondani egyik tagunknak, aki a magánéletét megosztotta ezekkel a kutyákkal idáig, jó néhány éven keresztül, Farkas Józsefné Otília részére. És szeretném megköszönni Komárom városának, Koppány monostori városrészének, lakóinak azt a türelmet, hogy idáig megtűrtek bennünket.